Sziasztok, kedves nézők! Eljutottunk idáig is, amit meséltem. Kerbal Space Program, tutoriál, inkább igazából a karriermódot próbálom meg ugye veletek is együtt játszani, meg ugye próbálom elmondani az alapokat, hogy hogy van. Ugye van egy tréning, de az nem igazán magyarázza el úgy, ahogy én szeretném elmagyarázni. Úgyhogy most kreálunk is egy új játékot. A nehézséget állítsuk szerintem easy-re, mert rohadt nehéz maga a játék, tehát például az égési ráta például, hogy milyen nagy százalékkal égjünk el a légkörbe, vagy milyen százalékkal legyünk minél hamarabb égés alatt, az például annak a százaléka most 50. Ugye normálban már 100. Tehát ez igazából minket csak visszafolyt, tehát nem kell. Úgyhogy szerintem bőve lehet könnyűn állítani a... Főleg ezt igazából ezt kezdőknek ajánlom ezt a tutoriált, úgyhogy miért ne kezdjük akkor könnyebben. Aztán majd, hogyha nagyon vágjátok, akkor már lehet 100%-os heat cuccal csinálni. Na. Akkor a kezelő felület. Itt fönt látjátok, hogy éppen hogy állnak a fanok. Ugye easy módban kaptunk 250 ezer fant, így instant. De ugye ha normál játszod, akkor nulla. Tehát neked kell mindent elérni. Minél több jó küldetést csinálunk, sikeres küldetést, annál több fanunk lesz. És minél több fanunk van, annál jobban több tapasztalatot kapnak például az asztronauták, meg ők is híresebbek lesznek, meg jobban szintet lépnek, meg ilyesmi. Itt látjuk a különböző épületeket. Itt van hangár, itt van ilyen rakéta készítő épület. Akkor van itt asztronautás épület például, itt lehet fölvenni asztronautákat, engineert, pilótát, meg scientist például, tudóst. De ugye van alap is, tehát 4 alappal kezdünk, ugyanúgy megvan a pilóta, meg az engineer, meg ezek. Ezek akkor kellenek, hogyha majd nagyon meghalnak a küldetés során, de hát reméljük, hogy nem nagyon fognak meghalni. Itt van track station. Itt nézhetjük meg magát a csillagrendszert kívülről. Tehát a Kerbin, úgy hívják a bolygót, tehát a Föld az Kerbinre van átkeresztelve. A Hold az Moon, U betűvel, tehát úgy, hogy kiejted angolul, tehát Moon nevet kapott. Illetve van egy külső, a Minmus, fogalm sincs mit jelképez. Olyan, mintha a Holdon kívül még lenne még egy a Földnek. Aztán, ha kijebb tekerünk, akkor látjuk magát a Földnek a pozícióját, hogy ugyanúgy a harmadik szerepet tölti be. Előttünk van az Eve, illetve még előrébb a legelső bolygó a Mohó, és van egy magyar bolygónk is, a Duna. Na hát, amit láttok, ezeket mind-mind meg lehet hódítani, tehát a te tudásodtól függ az, hogy mennyire, milyen gyorsan fogod elérni ezeket a bolygókat. Sok mindentől függ, de a játék már most, tehát akár most is elkezdheted a szervezését, hogy fogsz eljutni oda például. Tehát mindent megad a játék már most lehetőségnek. Azért is mutattam meg, hogy hát ha kedvet kaptok abból, hogy ugye itt is vannak a legvégső, az ELO, ja, ILO bolygó, gondolom az lenne a Pluto, az van a legtávolabb a naptól, Joule, az igen, haladám. Na, szóval ez ennyi, tehát csak a csillagrendszerünk van jelenleg, amit meg lehet hódítani. Ugye már 5 éves a játék, nem tudom milyen fázisban van igazából, hogy ez már végleges verzió, vagy még fejlesztenek folyamatosan, vagy ez ilyen korai hozzáférés. Úgyhogy azt nem tudom. Lehet, hogy csak
ennyi lesz, de igazából elég, mert mire ezeket végig fogod vinni, az rohadt sok idő, meg tapasztalat kell. Meg ugye vannak aszteroidák is, amit el lehet akár kötni. Tehát, hogyha nagyon ügyes vagy, akkor meg tudod csinálni azt, hogy az egyik aszteroidát hazaviszed a Földre, és még landolni is tudsz rajta. Tehát ahhoz már elég tapasztalt játékosnak kell lenni. Ugye nekik is van holdjaik, mint a különböző bolygóknak, amiket felsoroltam. Úgyhogy, ja, de hát ugye a Kerbin a Föld legyen most a legelső, amivel foglalkoznunk kell. Ugye lehetőségünk van eljutni a Holdra, Hold körüli pályán, kiküldeni valami szondát, mert ugye különböző kategóriák is vannak, van, tehát kategorizálja a játék, hogy amire már talpat raksz, az már ilyen landolós járműnek, amire napelemet raksz, az már instant ilyen műholdszerű, szóval ezeket így kategorizálja. És hát lényegében ugye van a Föld körüli pályát lehet állítani, illetve különböző űrállomásokat is lehet akár létrehozni, tehát például fölküldesz valamit az űrbe, ilyen plusz üzemanyag tankokkal, akkor későbbiekben akár egy hold utazási küldetésen útközben megállhatsz, és akkor feltankolhatod a te rakétádat, amit éppen akkor csináltál, de lehetőséged van arra is, hogy a Földtől már instant mész a Holdra, ugye először pályára kell állni, aztán ezeket majd sorba fogunk majd haladni, reméljük, hogy sorba tudunk haladni majd, úgyhogy ja, itt látjátok a különböző fákat, olyas, mint a skill fák, csak ugye nem skilleket adnak, hanem különböző darabokat építhető eszközöket. Jelenleg ugye ezek science pontba kerülnek, tehát ezeket a science pontokat tudjuk küldetésekkel, meg ilyen szerződésekkel, igazából olyan, mint egy quest, hogy felveszed, és akkor, ha sikerül, akkor kapsz bizonyos mennyiségű ilyen science pontot, és a science pontot lehet így elkölteni mindenféle ilyen plusz hozzávalóra. Ugye kellenek alap dolgok, hogy például pályára álljunk, úgyhogy fel is vesszük az első kis küldetést. Itt van a misszióknál. De hát ugye 4 alapot kapunk. Ugye a legnehezebb az, hogy álljunk pályára. Hát nyilván ez elég nehéz lesz most. Adjuk el az atmoszférát, illetve hát lancsoljunk, vagy nem tudom, hogy mondani ezt, hogy kilövése, legyünk készen, próbáljuk meg a kilövést, meg az, hogy szerezzünk pár olyan adatot, amiből science pontot kapunk. Úgyhogy ez lesz az első, meg a launch. Ja, ez egy holt egyszerű dolog lesz, és akkor jön a leglényegesebb, legizgalmasabb része a játéknak, maga az építés. Na, az építés arról fog szólni, hogy létrehozunk darabokat, és a darabokat majd használjuk kilövésre. Na, a legelső dolog, ami kell nekünk, az pedig a pilóta fülke. Tehát ebbe lesz az asztronautánk, innen tudunk majd irányítani, illetve ez a fő magja az egész rakétának, vagy űrhajónak. Igazából most rakétát fogunk csinálni, mert nem fogunk messzire menni. Ugye simán leraktam bal egérrel, jobb egérrel tudok körbenézni, egérgörgő kattintással tudok közelíteni, távolítani, illetve a görgőt használva tudok majd lejjebb és lejjebb menni. Lesznek majd olyan rakéták, amit már ilyen fölülre kell rakni, mert annyira hosszú lesz, hogy már leír az aljára. Úgyhogy ezek a kezdeti funkciók. Na hát mivel úgyis csak az a lényeg, hogy kilövésre készen álljunk. Ez egy ilyen, ez tank és ilyen hajtómű egybe, tehát ez egybe van. Vannak különböző alkatrészek, van külön, ami csak ilyen üzemanyagtartály, és van külön olyan, ami a hajtómű része.
Ez egyben van most, ez a legkezdetlegesebb eszközünk most. Lejjebb haladva, ezt sose használtam. Igazából ez ilyen tartó elemeket tartalmaz. Vannak ilyen kis szárnyacskák, amivel a stabilitást tudjuk... Mindjárt eszembe jut a neve. Na mindegy, amíg gondolkozok, addig mondom tovább. Ez pedig az eltörni, ez a legfontosabb része, ez mindig csak így a tetejére kell rakni. És akkor egybe is tudjuk mozgatni az egész rakétát, ugye a pilota fülkére kell kattintani, illetve ugye külön is használhatjuk őket. Tudjuk duplázni, hogyha például az altot lenyomva tartjuk, akkor instant kapunk még egyet. Ha most így próbálnánk elindítani a rakétát, akkor felrobbanna. Nagyon jó... Bocsánat, nagyon jó fizikával rendelkezik a játék, tehát ha például rakok ide egy ilyet, így, akkor arra lennénk figyelmesek, hogy miután elindultunk a kilövéssel, elkezdene balra húzni, mert ugye itt van egy kis súly, hiába kicsi súly. Ja, megvan mi volt az a szó, aerodinamikailag nem lenne jó. Tehát, ha megnyomjuk az X-et, akkor itt bal oldalt látjátok, hogy ilyen két részre osztódott ez a kis ikon. Ez azt jelenti, hogy két felé duplázta az adott eszközünket. Ha még egyszer megnyomjuk, akkor már harmadolja, de nem ugyan a harmadolja, hanem háromszor annyit rak le. Négyszer, hatszor, azt hiszem meg hétszer van. Tehát bőven lehet majd rá például ilyen szárnyakat rakni. Ez is ugyanúgy érvényes rá. Például most hatos szárnyak. Tehát stabil lesz, miközben megyünk fölfelé, nem fog rángatni, meg nem fog eldőlni, meg hasonló ilyesmi. Ja, szerintem kezdetben ez teljesen tökéletes. Hát itt van jobb oldalt, erre nagyon kell figyelni. Ez magák a sorrendek, hogy mi után történik. Most nyomok egy plusz jelet, és ide húzom ezt a rakéta ikont. Ez azt jelenti, hogy ha megnyomom a space-t, akkor elkezdődik a kilövés. Majd, miután kezdünk landolni, vagy süllyed, vagy mi a zuhanunk lefelé, akkor, ha megint megnyomom a space-t, akkor már külön használom az ejtőernyő kibocsátást. Tehát most ketté osztottam, ha ez így lenne egyben, akkor a space megnyomásával kilövelném magamat, és már menne is az ejtőernyő, ami nem lenne célszerű, úgyhogy ezt mindig ellenőrizni kell, hogy milyen sorrendben vannak a dolgok. Ez például egy ilyen különválasztóval lehet majd szétválasztani, tehát nagyon fontos lesz majd ezeket ellenőrizni, de most egyelőre jó így kettőben. Hát szerintem ennyi. Itt vannak ilyen, tehát meg lehet nézni, hogy aerodinamikailag például hogy van, ugye ez a kék kis karika vagy gömb, meg ugye láthatjuk, hogy hol van a tömeg középpontja az adott rakétának. Na hát, akkor kezdjük el az első kilövést. Kettőt szerződés, vagy mi az ilyen questet lehet elfogadni. Hát itt igazából ilyen szerződés. Tehát a lényeg az, hogy itt látjátok, hogy hány méter megyünk majd, az nyilván folyamatosan pörögni fog felfelé. Alatta látjuk, hogy milyen a levegő sűrűsége, ugye, hogy egyre jobban megyünk ki a csillagok felé, megyünk ki az atmoszférából. Bal oldalt vannak ugye amiket mutattam, hogy mi jön. És akkor itt látjátok a navigációs panelt, vagy hogy mondjam, nem tudom máshogy elnevezni. Ha megnyomjátok az R betűt, akkor látjátok, hogy az az R-cs ikon megjelent, ez leginkább jetpackeknél, illetve fúvókák irányítására szolgál. Tehát mivel nekünk most egyik sincsen, azért teljesen felesleges használni. Nagyon finom mozdulatokra jók. Meg ugye a asztronautánkat tudjuk irányítani ugye a jetpack segítségével.
Van a T, ez egy ilyen sas egység, ami a stabilitást fogja nekünk biztosítani. Ez most legyen is bekapcsolva, tehát a T betű az legyen bekapcsolva, illetve ez világítson. Illetve majd később lesz a Ctrl és a Shift-nek a beállításaival, vagy mi az a nyomkodásával tudunk majd fölfelé, illetve csökkenteni a nyomást. Tehát el tudjuk dönteni, hogy milyen nyomatékkal akarunk majd elindulni. Mivel ez ilyen egybe van, ezért felesleges, úgyhogy hiába tekerjük felfelé, nem fogunk gyorsabban kilőni. Na, nyomjunk egy space-t. Látjuk, hogy megyünk felfele, mint az állat. A asszona után már nagyon boldog. És akkor lényegében ennyi volt. Tehát bal oldalt látjátok, hogy milyen gyorsan ürül ki az üzemanyag. Úgyhogy gyorsan jobb klik, crew report, és itt van ilyen jelentés lényegében. Az a lényeg, hogy ilyen jelentésekkel lehet ilyen science pontokat szerezni. Ezeket lejegyezzük például éppen repülés közben, akkor repülés közben. Igazából az a lényeg, hogy minél több ilyen szituációba sikerüljön ez föl, például hogyha elhagyjuk az atmoszférát, akkor tudunk egyet az űrben is, és akkor lejegyzi magának, hogy hát kint vagyok az űrbe. Elkezdünk már süllyedni lefelé, itt látható, hogy éppen milyen sebességgel haladunk fölfelé vagy lefelé. Hát most jelenleg már süllyedünk, úgyhogy kezdünk becsapódni. Igazából már kinyithatnám az erdőt, de még várok egy kicsit. Itt bal oldalt látjátok, itt lehet az időt gyorsítani, lassítani. Ha kiérünk az űrbe, akkor nagyobb gyorsítási lehetőségünk van. Most megnyomom most már a space-szal aktiváltam így az R2-t, mert ugye külön választottuk. De ugye ez nem bált le róla, mert nincs olyan gyűrünk, ami ilyen leválasztó gyűrű lenne. Szóval később fogjuk használni ezt. Most csak az a lényeg, hogy landoljunk szépen óvatosan, ki is nyílt az ernyő, és szépen megvárjuk, még leérkezünk. Itt lehetne kicsit gyorsítani. Látjuk már az árnyékot. És szépen lassan megállunk. Landulásnál is lehet egy crew reportot nyomni, de ugye kérdezi, hogy felülírja-e, tehát igazából felesleges, mert ugyanazt mondaná, hogy repültem. És ha kész vagyunk, akkor erre kell rámenni, erre a recover cuccra, gombra. És akkor kapunk egy jelentést, hogy sikerült megcsinálni mind a kettő szerződést, 7 meg 10 science pontot kaptunk, úgyhogy összesen 17-et gyűjtöttünk egy ilyen misszió alatt. Kaptunk pár ilyen összesítést, illetve a pilótánk, hogy milyen tapasztalatokkal jött vissza, és 36 reputationünk van, szóval kezdünk éresedni. Na, következő akkor nem, előbb osszuk el a pontokat, nyilván nem nagyon van más választásunk, mint az első kettőt, illetve itt nézhetjük, hogy ugye hogy eldönthetjük, hogy mi a cél, hogy akkor most menjünk nagyobbba, hogy például akkor próbáljunk jutni az űrbe. Ugye különböző ilyen szerződések vannak, például van olyan, hogy turistát vigyünk ki az űrbe, és akkor biztonságosan landoljunk. Azokért elég sok pénzt is lehet kapni, hírnevet is lehet kapni, illetve science pontot is. Meg ugye nem csak kifelé, hanem ugye a földön belüli repülőket is lehet csinálni, és ahhoz is vannak ilyen külön alkatrészek, ez például kifejezetten azokhoz van, különféle szárnyak, meg landoló, kerék, meg mit tudom én. Szóval attól függ, hogy mi melyik irányba akarunk haladni, hogyha mi az űr felé akarunk haladni, akkor olyan ilyen pontokat kell elosztani, vagy mi az, a rubrikára kell gyűjteni. Úgyhogy én most rámentem erre, mert ez például Heat Shield, benne van a nevébe, hogy ez a elégés ellen van.
Ez védi a pilóta fülkét. Különböző panelek, ilyen landing, vagy landing izé, mi az? Ilyen lábok, tehát meg tudunk állni például a Holdon, eltőernyők, meg egy ilyen, ezt már megmutattam, ez ilyen storage féleség, ilyen különböző dolgokat tudunk majd belepakolni. Na, akkor következő, nézzük akkor milyen küldetések vannak, ugye látjuk, hogy már jóval több, ugye az utolsó az még mindig a pályára állás, illetve lehetőségünk van különböző ilyen termékeket, vagy hogy mondjam, tesztelni, például egy ilyen hajtóműt kell tesztelni, 510 és 520 ezer méter magasan kell mennie, meg mit tudom én, meg van szabva, hogy ennek milyen sebességgel kell haladnia, és akkor ha sikerül, akkor ugyanúgy kapunk érte pénzt, meg hírnevet, meg ilyesmit. Ezek ilyen könnyű pontszerzési lehetőségek. El kell olvasni, hogy mi az, amit ad. Például crew reportot kell csinálni, 19.200 méter, ez közel ilyen, van ilyen régió, ahova el kell jutni. Ez is az. Na jó, akkor hagyjuk el az atmoszférát, legyen az. Na hát akkor kezdjünk is egy új űrhajót, vagy rakétaféleséget. Kicsit közelítek. Így. Na hát pilótafélkével kezdünk. Ezzel most kipakolgatom azokat a dolgokat, amik kellhetnek. Az a hajtómű, amivel menni fog, illetve az üzemanyag tartály. Aztán itt van ez az elosztó gyűrű, amit meséltem, ezzel tudunk szétválasztani dolgokat. Akkor itt van ez, ugye, amit meséltem, hogy megóva a felmelegedéstől, ugye a ejtőernyő, illetve a storage féleség. Ebből szinte mindegyikkel, ezt szépen elmondom majd micsoda. Úgyhogy na, ebből az egészből fog összeállni ez az egész rakéta, ebből fogunk kimenni az űrbe. Hát ugye természetesen azzal kezdjük, hogy ejtőernyő, illetve ez, ja nem ez, nem ez, hanem a másik. Ez a storage, azt meg ki lehet nyitni az űrbe, és ilyen különböző adatokat tud venni belőle. Ha nem akarjuk a pilóta főkét elipakolgatni mindenféle szűrővel, meg antennával, erre való ez a kis tasak, vagy mi a táska, ilyen storage féle, mindenféle bele lehet rakni, hőmérőt, meg ilyesmi, zárjuk is be. Akkor alárakjuk azt a védelmet, illetve most rakjuk rá azt a pillért, tehát ez így fog landolni. Illetve a tankok, vagy üzemanyag tartályt. Ha nyomjuk az altot, akkor ugye tudjuk ugye duplázni. Ha pedig fölötte nyomjuk az altot, akkor az alatta lévőeket duplázzuk. Ennyi, azt szerintem azért túlzás. Jó, megint altot nyomtam. És akkor így a hajtóműt. Na hát így fog kinézni, ezzel jutunk az űrbe, de szerintem egyel kevesebb. Szerintem így már jó. És még rakunk rá egy szárnyat, X-et nyomba tartjuk, vagy 4-et rárakunk, úgyhogy biztos stabil legyen. És akkor jobb oldalt ellenőrizzük, föntről haladunk lefelé, és fordítva, lentről haladunk felfelé, ugye hajtómű, aztán leválasztjuk az egész tartályt, és a végül az ejtőernyővel végzünk. Rakok még rá ilyen extra ejtőernyőt, de egy 2-es elég lesz. Így. Na, és akkor ezzel megyünk az űrbe. Nincs más dolgunk, megadjuk a nevét. Ez jó is lesz, illetve mentünk egyet. Launch. Na. Akkor shiftet lenyomva tartjuk, hogy maximálisan legyen a energia sas egységet. Bekapcsoljuk a T-vel. Illetve csekkoljuk, hogy minden jó, minden jónak tűnik, nincs más, space. Folyamatosan megyünk fölfelé,
megint, ugye az előbb. Illetve nézzük folyamatosan, hogy a tartály mikor fog kifogyni. Elég sokat raktunk fel, úgyhogy bőven nyomja felfelé majd az energiát. Középen látjuk, hogy milyen sebesen haladunk, milyen szép egyenes íven. Kezdjük elhagyni az atmoszférát, illetve elég sok métert tettünk már meg. Baloldalt látjátok, hogy már narancssárga az, most már piros az ejtőernyő. Hogyha ez nem hűl le hamar, akkor elég gáz, mindjárt kiürül a tartály. És ha most megnyomnám a space-et, akkor leválasztaná, de itt az a lényeg, hogy ugye a sebességből veszítsünk. Ha elérjük a 600-700 ezer méter magasságot, akkor fogja megadni nekünk a kontrakt, hogy megcsináltuk az űrbejutást. Illetve azért nem választottam le, mert azt akarom, hogy minél nehezebbek legyünk, hogy ugye legyen visszarántó erő. És azt pedig úgy tudjuk, hogyha minél nehezebb dolgok. És akkor open, majd alatta, és akkor látjuk, hogy 50 science pontot ad, illetve adna plusz 20-at, hogyha a rádión keresztül adnánk le ezt a jelentést, de most nem. Illetve a kis storage-unkat tudjuk kinyitni, és a benne lévő ugyanúgy science pontot tudunk nyerni belőle. Nyomunk egy ilyen jelentéseket ugye szokásos módon, illetve a crew report. Ez azért van, mert én ezt már megcsináltam korábban. Bezárjuk. És kicsit nyomunk, ugye látjuk, hogy sokkal több a tekerési idő. De most leválasztom, mert most azt akarom, hogy a sok súly ne húzza jobban lefelé, mert akkor gyorsan érünk földet, aztán nehezebb lesz megállni. Láthatjuk, hogy már süllyedünk. Most már tudunk ugye földön belül tekerni az időt. És nézzük folyamatosan a sebességet, ugye teszi a dolgát a védő cucc. Az a lényeg, hogy minél lassabbak legyünk. Illetve 400-300 elég jó. Nézzük bal oldalt, hogy narancsárga, most már fehér. Most már megnyomhatjuk a space-t. És amíg zöldre nem vált, addig nem nyílik ki normálisan. Kell lenni egy bizonyos sebesség korlátozásnak, hogy kinyíljon. Ugye 6-5. Úgyhogy most már csak meg kell várnunk, még landol. Ugye azért fontos, hogy rajta legyenek ezek ez a Science Lab például, amit ráraktam, hogyha nem ér földet, akkor nem kapjuk meg a Science pontot. Azt is megcsináltam volna, hogy azt a storage-tól választom le, és akkor csak a pilóta fülke ér földet, de akkor nem kaptuk volna meg azt a Science pontot, amiket ugye most láttunk, azt az 50 plusz 24 Science pontot, illetve a kontrakt ad pluszba. És kész. Nyomunk még a crew reportot, nem változik semmi, mert ugye már landoltunk korábban, úgyhogy zöld gomb. És akkor kapunk egy összesítést, hogy 72 extra science pontot kaptunk, de igazából a kontrakt miatt többet, úgyhogy ott látjátok fönt, hogy már 135 darab science pontunk van, ebből fogunk gazdálkodni a következő részben. Sziasztok!